Mi magyarok? A Napkirálynő Telkes Mária. Neve szerepel a The New York Times 1934-ben felállított listáján, amelyben a lap Amerika legsikeresebb asszonyait gyűjtötte össze. Filmcsillagok, közéleti szereplők és sportolók között Telkes Mária az egyetlen tudós, aki 1900-ban született Budapesten. Nyolc testvér legidősebbikeként fizikus diplomát szerzett. 1924-ben költözött Amerikába. Az akkori Clevelandben szinte otthon érezhette magát, mivel a városban százezer magyar élt. A helyi klinika biofizikai laboratóriumában az agyvelő infravörös sugárzását mérő elektromos fényképezőgépet készített. A 30 évek végén Bostonban felfedezte a napenergia tárolásának módszerét. Ezt felhasználva készítette el az amerikai hadsereg számára a napenergiával működő tengervíz sótlanító készüléket. Ezzel rengeteg katapultálni kényszerült pilóta életét mentette meg. Ezért az Egyesült Államokban Sun queen napkirálynőnek nevezték el. Az Est című hazai újság korabeli beszámolója szerint dr. Telkes Mária napgép találmánya olyan forradalmi jelentőségű a technikában, mint annak idején az autó feltalálása volt. Húsz találmányát szabadalmaztatta, ezek többsége a napenergia hasznosításával függ össze. De az ő találmánya a hideg tárolásának módszere is, amit a modern légkondicionálók gyártásánál használnak. Ennek oltalmát 90 esztendős korában kérte. Telkes Mária 1995-ben szülővárosában Budapesten halt meg. 2012-ben beválasztották az amerikai feltalálók hírességek csarnokába. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.